Magyar Kardiológusok Társasága elnöke, és az előadás címe tükrözi vissza azt a törekvést, amit a Magyar Kardiológusok Társasága ezen a területen folytat, nevezetesen, hogy a koszorúérbetegségek, betegségek, de más érbetegségek területén is minél teljesebb, minél szélesebb körben tudjuk megvalósítani a prevenciót és a rehabilitációt. Nagyon jól ismerik önök nyilvánvalóan ezt az ábrát, és ezen az ábrán szereplő adatokat azonban nem lehet, eléggé hangsúlyozni azt, hogy a fejlett világban, ma és így Európában is a szívérendszeri betegségek jelentik a halálozásnak a döntő részét. Ez, ha megnézik az európai adatokat, akkor férfiaknál több mint 40%, és amit kevésbé hangsúlyozunk, hogy nőkben, ez nem hogy kevesebb, de még több, ha megnézik ezt az ábrát, 51%-át teszik ki az összhalálozásnak. Ha megnézzük a szívérendszeri betegségeknek az epidemiológiai állomásait, akkor azt lehet elmondani, hogy ma hazánk egy nem éppen szerencsés stádiumában van ezen epidemiológiai állomásoknak, hiszen az úgynevezett harmadik lépcsőbe tartozunk, amelyet úgy fogalmazunk meg, hogy a betegségeknek, a szívérendszeri betegségeknek az olyan halmozódása, ahol maga az egyén, maga az ember okozza ezt. Magyarán halmozódnak a rizikófaktorok, halmozódnak azok a rizikófaktorok, ami ellen tehetnénk, és nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ezeket kiiktassuk, és ez vezet oda, hogy ezekben az országokban ilyen extrémen magas a szívérendszeri halálozás. Ha megnézik ezt az ábrát, ez Európának különböző országait és régióit hasonlítja össze a kardiovaszkuláris halálozás vonatkozásában a 70-es évektől tulajdonképpen napjainkig, vagy az ezet forduló utáni évekig. Itt egy nagyon érdekes trend érvényesül, hogyha megnézik hazánkat, akkor az látszik, hogy hazánkban a 70-es években még viszonylag alacsony volt a kardiovaszkuláris halálozás, még például a skandináv országokban ekkor köztudottan magas volt, itt egyébként a kardiovaszkuláris halálozáson belül a koszorúér halálozás van föltüntetve. Nos, addig, amíg a fejlett országokban, tehát fejlett nyugat-észak-európában a 70-es évektől ez a halálozás meredeken és egyenletesen csökkent, addig hazánkban ez emelkedett méghozzá egészen a 90-es évek közepéig, végéig, és csak az ezret forduló hozott változást, és azóta nálunk is egy mérsékeltebb, de egyenletes csökkenés ö, látható. Azonban, ha megnézik, ez a két görbe, ez párhuzamosan halad, magyarán, ha nem teszünk ennél többet, akkor soha nem fogjuk nemhogy elérni, de még megközelíteni sem az európai átlagot. Ennek az egyik tényezője az úgynevezett korai halálozás. Magyarán jellemző ezen úgynevezett harmadik stádiumban lévő területek kardiovaszkuláris halálozására, hogy az viszonylag korán jelentkezik, tehát a várható élettartamnál lényegesen korábban, mind férfiakban, mind nőkben. És ha megnézik ezt az ábrát, hát azért ez nem egy, hogy úgy mondjam, elit klubba hova tartozunk, hiszen ugye, tessék megnézni, itt van Magyarország a korai koszorúérbetegség halálozás szempontjából, olyanokkal körbevéve, mint mondjuk Örményország, Moldova, Kirgizisztán vagy Kazasztán. Én úgy emlékszem, hogy mi a fejlett Európához szeretnénk csatlakozni, nem pedig visszamenni az őshazába, tehát ennek érdekében még sok mindent kell tenni. Egy nagyon fontos dolog a terminológia is, amit hangsúlyozni kell. Nevezetesen, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy a kardiovaszkuláris betegségek fogalomkör alatt csak a szívbetegségeket, azaz ebben az esetben a koszorérbetegséget értjük. Ez egy sokkal globálisabb fogalom, hiszen az összes aterosklerotikus érbetegség, így a cerebrovaszkuláris betegség, a perifériás érbetegség, és természetesen a koszorérbetegség is ide tartozik akkor néhány szót szeretnék mondani a rizikóbecslésről, majd utána a prevencióról. Egy teljesen új guideline jött ki most az Európai Kardiósok Társaságánál, a prevenciós guideline, ez mondhatni még meleg, hiszen pár héttel ezelőtt az Európai Kardiológus Kongresszuson Rómában ismertették, és ebben megjelenik, vagy inkább azt mondhatnám, hogy megerősödik az úgynevezett rizikókor Koncepció. Nyilván ezt a score táblát önök nagyon jól ismerik, azonban ez egy újszerű koncepció. Mit fedez le? Hogyha megnézik itt lent, akkor itt föl van tüntetve egy 40 éves, ugye, 40 éves dohányzó férfi. Ugye a férfi dohányos oszlop, és itt pedig látjuk, hogy a 40 éves, aki ráadásul ugye még hipertóniás is, és ezen kívül még diszlipidémiája is van. De hangsúlyozottan csak 40 éves. Az ő rizikója az ugyanannyi, egy 60 éves férfié, aki nem dohányzik, normotóniás, és nincsen diszlipidémiája. Tehát tulajdonképpen, ha a vaskuláris korára vonatkoztatunk ennek az egyénnek, az nem 40 év, hanem 60 év. Tehát ez a rizikókor, vagy vaskuláris kor koncepció. Nem mindegy, hogy mennyi idő alatt használjuk el az érrendszerünket. A rizikó kategóriák lényegesen nem változtak ebben az új irányelvben és továbbra is nagyon magas rizikójúnak tartjuk azokat a betegeket, akik már átestek valamilyen kardiovaskuláris eseményen, tehát akár koronária, akár cerebrovaszkuláris, akár perifériás érbetegség. Azokat a diabéteszes betegeket, akiknek valamilyen célszervkárosodásuk van, a súlyos vesebetegeket, illetve azokat az egyéneket, akiknek a skóra alapján kalkulált rizikója az 10% fölötti. A magas rizikójú kategóriába tartoznak a különböző olyan kitüntetett rizikofaktorral rendelkező egyének, ahol nagyon magas értékeket, akár disztipidémia, akár hipertónia vonatkozásában mérünk. A többi diabéteses beteg, tehát akinek még nincsen célszervkárosodása, károsodása, a középsúlyos vesebetegség, illetve akiknek a kalkulált rizikója az 5 és 10 százalék között van. Mi ma Magyarországon elsősorban ezekkel a rizikó kategóriákkal találkozunk sajnos, sokkal kevésbé a moderált vagy esetleg az alacsony rizikójú egyénekkel. Nagyon fontos szemléletváltozást tükröz az új guideline-ban a preklinikai ká, vaszkuláris károsodás mérések, eszközös mérések. Tehát, hogy ö, tulajdonképpen kvázi szűrővizsgálatszerűen próbáljuk detektálni a preklinikai vaszkuláris károsodásokat. Ez a korábbi guidelineban sokkal erősebb ajánlással szerepelt. Most láthatják azt, hogy például a koronária CT-vel meghatározott ö, úgynevezett kalcium score csak egy 2B szintű, tehát ez annyit jelent, hogy megfontolható. Az ateroszkelotikus plakkoknak a kimutatása ultrahanggal szintén ebbe a megfontolható kategóriába tartozik, és még a korábban nagyon hangsúlyozott Boka Karindex is ugyanilyen 2B ajánlást kapott. A korábbi ajánlásban még pozitívan ö, szereplő intimia média vastagság megítélése, ugye karotis ultrahang során pedig kifejezetten tiltó listára került, tehát ezt nem javasolják, mint preklinikai vaskuláris károsodás ö, mérést. Tehát sokkal inkább a rizikó táblázatnak a használata és a rizikoprofil felmérése, mind az eszközös megközelítés ma ö, a trendi, hogy úgy mondjam, Európában. És akkor térjünk át a prevenciós stratégiákra. A prevenciós stratégiáknak alapvetően két formája van. Az egyik a társadalmi alapú prevenciós stratégia. Magyarán, amikor teljes társadalmi szinten próbáljuk a megelőzést megvalósítani, például egy egész ország lakosságát próbáljuk mondjuk leszoktatni a dohányzásról, vagy rábírni az egészséges táplálkozásra, vagy arra, hogy rendszeres testmozgást végezzen. Ugye ez egy viszonylag kevésbé költséget emésztő stratégia, azonban az effektivitása az is erősen kérdéses. A másik stratégia az, amikor kiemeljük ezeket a magas rizikójú egyéneket, és ezekre a magas rizikójú egyénekre koncentrálunk minden erőnkkel, és itt már természetesen gyógyszeres kezelési stratégiákat is be kell vetni az életmódi tanácsok mellett. Nézzük meg, hogy a kardiovaszkulás prevenció milyen szintekre épül ugye az első, és ez lenne a legfontosabb, az egészségmegőrzés, amelynek még csak ugye életmódi oldalai vannak. Ha ezt meg lehetne valósítani nagyon széles körben, akkor már nem következne be a másik sodik lépcső sem, ahol már kialakulnak a követ, különböző rizikófaktorok, és ezeknek a kezelése jelenti azt a primér prevenciót, amivel a különböző kardiovaszkulális eseményeket meg akarjuk előzni. És hát bizony az ezt követő szint, és a betegeink, akik mondjuk nálunk megjelennek a rendelőbe, legnagyobb rész sajnos ebbe a csoportba tartoznak, akik már valamilyen kardiovaszkális eseményt elszenvedtek, itt már csak szekundár prevencióról beszélhetünk, és náluk ugye az a cél, hogy az újabb kardiovaszkulás eseményt, illetve a halálozást, különösen a korai halálozást előzzük meg. Tehát a kardiovaszkulás prevenciónak magyarán nagyon jól definiált céljai vannak, és célpopulációi, jól definiáltak a célkitűzések is, nagyon kemény klinikai bizonyítékok állnak mögötte, guidelineok, -ok, ennek meg ellenére nagyon hiányos a gyakorlat. Ugye hiányos a gyakorlat még a koszorérbetegség vonatkozásában is, még rosszabb a helyzet a cerebrovaszkulális érbetegségnél, és elszomorítóan tragikus a helyzet a perifériás érbetegség vonatkozásában. Ugye Magyarországon valami iszonyatos számú amputáció történik évente, mert ez az a terület, amire a legkevésbé figyelünk oda. Ha a célokat, célértékeket nézzük, akkor azok lényegében nem változtak. Kiemelném a fizikai aktivitásnál, ugye heti 150 perc moderált aktivitást javasol ez a guideline. A, a test tömeg vonatkozásában, BMI vonatkozásban, ugye ez a 20-25 közötti BMI-t, vérnyomás vonatkozásában továbbra is az EN 140 per 90 alatt, ez a szlogen, és a lipidek vonatkozásában sincsen áttörő változás, a nagyon magas rizikó kategóriában 1,8 mm per liter alatti LDL koleszterin szintet, ez bizony nem könnyű elérni, ezt mindannyian tudjuk, a Magas rizikói kategóriában pedig 2,6 mmol per liter alatti LDL-koleszterin szintet ír elő az ajánlás, a diabéteseseknél pedig a 7% alatti hemoglobin A1c szintet. A világ szövetsége, a, a szív... Gyógyászok Világszövetsége is megfogalmazta az ajánlásait tulajdonképpen erre az évtizedre, illetve előremutatóan már a következő évtizedre is, amelyek között az szerepel, hogy a fizikális inaktivitást kellene legalább 10%-kal világszerte visszaszorítani, a magas vérnyomás előfordulását 25%-kal, tehát nem a kezelési sikerét, hanem az előfordulását, ami annyit jelent, hogy meg kell már azt előzni az egészséges életmódi szokásoknak az elterjesztésével, hogy egyáltalán a hipertónia kifejlődjön. Ennek az egyik eszköze, amit szerepel is, ugye a sófogyasztásnak a 30%-kal történő visszaszorítása, illetve a dohányzásnak a 30%-kal történő visszaszorítása, és még egyéb másodlagos célokat is megfogadása. Ezek után röviden áttérnék a kardiovaszkuláris rehabilitációra, és nem szeretném ezt a definíciót külön végig ismertetni és végigolvasni, csak az a lényeg, hogy ez egy olyan folyamat, ami nagyon fontos, hogy az egészségügyi szakszemélyzet mellett a betegnek is az aktív részvételét igényli, különben ez nem valósítható meg. Maga a kardiovaszkulális rehabilitációs programnak ezek a legfontosabb összetevői, van természetesen egy orvosi oldala, van egy pszichés vezetés, tehát egy pszichológiai oldala, nagyon fontos eleme a rendszeres irányított és kontrollált fizikai tréning, valamint a különböző nevelés, oktatás, szociális gondoskodás a rehabilitációnak nyilván nagyon sok célja van, és ezek közül csak egy a fizikai kondíció javítása, de ahogy mondtam, nagyon fontos a pszichés a szociális környezetnek a figyelembevétele, a pszichés tényezőknek a figyelembevétele, a rizikófaktoroknak a kiküszöbölése, és ezen keresztül ugye életmód javítás és természetesen a végső és legmagasztosabb cél az, hogy a betegeinknek a túlélését javítsuk. Ennek a rehabilitációnak ugye klasszikusan ö, intézményi formáit ismerjük leginkább, és ezek azok, amik Magyarországon is meglehetősen elterjedtek, és nagyon jó nevű ilyen intézmények vannak, azonban ma már a fejlett világ emellett elment, és bizony az intézményi rehabilitáció, nagyon a fekvő magyarán rehabilitáció háttérbe szorul, és mindenhol az ambuláns rehabilitációnak az elterjesztését hangsúlyozzák, és ez lenne a cél Magyarországon is, és ezt a Magyar Kardiósok Társága zászlajára is tűzte. Ha megnézzük a nemzetközi helyzetet, ez is persze elég elszomorító, ami úgy néz ki, hogy tulajdonképpen azon betegeknek csak kb. az egyharmada kerül be egyáltalán a programba, akik erre érdemesek lennének, és az ők közülük is csak a fele az, aki véglegesen ebbe a programba kerül, majd aztán körülbelül csak az összbetegnek a 10%-a az, aki ezeket a rehabilitációs, hosszútávú programokat sikerrel teljesíti. Vannak magyarországi adatok is, a fekvő rehabilitációra, a járóra nem igen, mert ahogy mondtam, az még nem kellő mértékben elterjedt. Ez azt mutatja, hogy nagy intézmények adatai alapján az infarktusos betegeknek körülbelül a 25%-a az, aki ezen felmérésben rehabilitációra került, de ez csak egy három hetes fekvő rehabilitációt jelent, ami egyáltalán nem meríti ki, vagy nem fedi le a ma elfogadott rehabilitációnak a fogalmát. Ha megnézzük, hogy mik lehetnek ezen hiányosságnak a legfontosabb okai, ezeket próbáltam itt összeszedni. Egész egyszerűen az, és ebből mögött és egyéb faktorok is vannak, hogy az akut ellátásban dolgozó kollégák egy része nem is gondol ennek a szükségességére és ennek a súlyára. Megtörténik mondjuk az infarktusos betegnek a... Primérellátása, és ez az ellátó rendszer Magyarországon a kardiológiának az egyik büszkesége, hiszen ez kiválóan működik ma 19 katéterterápiás centrumban, ami ugye lefedi az egész országot. Tehát a primér ellátásunk nagyon jó, európai szintű, világszínvonalú, azt lehet mondani, csak ami utána történik, az már sajnos messze van a világszínvonaltól, mert ezen betegek nagy része utána elveszik. Magyarán nem kerül be egy rehabilitációs programba, továbbra is visszakerül ugyanabba a környezetbe, ugyanazon rizikófaktorokkal terhelve, aminek mi lesz a következménye, majd jön a következő infarktus, a következő kardiovaszkuláris esemény. Tehát ezt kellene megelőznünk azzal, hogy ilyen komplex rehabilitációs, szekunder prevenciós programba kerüljön be az összes infarktuson átesett beteg. Ez egyébként ugye a guideline-okban is így szerepel, tehát magyarán nem <coughs> egy guideline követő magatartást alkalmazunk ezen a területen. És az is igaz a másik oldalról, hogy ez a szekundár prevenciós és rehabilitációs tevékenység sajnos a mai magyar finanszírozási viszonyok között nem kellően hangsúlyozott és nem kellően finanszírozott. Úgyhogy ez egy nagy hiányosság. Pedig, ha megnézzük az amerikai adatokat, ezek nagyon beszédesek, hogy 1970 és 2000 között az Amerikai Egyesült Államokban bekövetkezett életmód nyereség, azaz hogy mennyivel nőtt a születéskor várható átlagos élettartam, és ennek hátterében mik állnak, akkor ezt láthatják ezen az ábrán, hogy ugye körülbelül a szívérendszeri betegségek, tehát a kardiovaszkuláris betegségek több mint négy év, átlagos élettartam növekedést hoztak. Ennek a nagy része láthatják a betegség, miközben az összes többi, Alig hozott valamit. Például a rákbetegségnek a gyógyítása, tessék megnézni, talán ha fél évet hozott, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a daganatos betegségek ellen nem kell mindent megtennünk, csak azt akarom mondani, hogy a kardiovaskuláris betegségeknek a megfelelő prevenciós rehabilitációja az rengeteget tud hozni, és az, hogyha közgazdaság tanilag kell nézni, egy költséghatékony területe a medicinának. Nos, Pécset büszkén mondhatom, hogy Magyarországon az elsők között, és talán jelen pillanatban a legmodernebb ambuláns kardiológiai, vagy kardiovaszkuláris, hiszen nem csak koszorér beteg rehabilitáció folyik itt, kardiovaszkuláris rehabilitációs központot hoztunk létre. Ez immáron több mint egy éve működik, így néz ki kívülről az épület ez belülről egy kép, ez egy rendkívül modern kardiovaszkulális rehabilitációs központ, és ezzel a központtal egy időben a Magyar Kardiósok Társasága életre hívott egy új konferencia sorozatot is, ez a kardiovaszkulális prevenciós és rehabilitációs kongresszus, aminek éppen egy hét múlva lesz Pécsett az újabb eseménye, és amire még ennek kapcsán fölhívnám a figyelmet, hogy adott esetben a betegeiket ösztönözzék arra, jövő héten vasárnap itt Budapesten, a Millenáris Parkban lesz a szívünk napja esemény, ugye ami a világ szívtársaságának az eseménye, amihez a Magyar Kardiósok Társága már több mint egy évtizede csatlakozott, ahol tulajdonképpen a fő téma az a kardiovaszkulális betegségek megelőzésének, illetve szűrésének a jelentősége lesz, és ez kifejezetten laikusoknak szóló program. Nos, ahogy mondtam, tehát az ambuláns rehabilitáció lenne az igazi cél és annak a hosszú távú föntartása, melynek ezek az elemei, de hát ennek részletes ismertetése nem ide tartozik. És nagyon fontos, hogy ez egy fenntartó fázisba menjen át, tehát a cél egy folyamatos egészséges életvitel, egy individualizált programmal, ami adott esetben már egy idő után klubformában, tehát orvosi felügyelet nélkül is folytatható, és ma már itt nagyon sok ihez és emhez lehetőség van, amit ide be lehet kapcsolni. Kedves kollégák, tehát azt lehet elmondani, hogy ez jelenlegi rehabilitációs és szekunderprevenciós, de primérprevenciós gyakorlat is világszerte még elmarad a kívánatostól és sajnos Magyarország ezenben a vonatkozásban nem tartozik a vezető országok közé. Nagyon komoly szakadék van ma még az evidenciák és a guideline-ok -ok ajánlásai, valamint a napi valóság a klinikai gyakorlat között, és ezáltal a bizonyítottan előnős kezelési ajánlások egy része nem megy át sajnos a napi gyakorlatba. Milyen megoldási lehetőségek vannak? Az egyik, hogy a kórházi távozási protokolt készítsünk, lehetőleg minden kardiovaszkulális eseményt szenvedett betegnél, és így már az akut szakba megindulhasson a prevenciós, szekundár prevenciós stratégiának a tervezése. Kellene javítani az együttműködést a katéteres centrumok, kardiológusok és családorvosok között, ösztönözni kellene ezen guideline-ok -ok betartását, és minden szívműtét utáni, vagy pedig katéterterápián áteset szívbeteg számára biztosítani kellene a hosszú távú ambuláns kardiogai rehabilitációnak a lehetőségét, mert higgyék el, az akut ellátásban elért eredmények akkor tartósíthatók, hogyha a mögé egy nagyon komoly szekundár prevenciós és rehabilitációs gyakorlatot rendezünk. És végezetül csak annak a hangsúlyozása, hogy a kardiovaszkulás rehabilitációs prevenció az két abszolút összetartozó szubspecialitás, és nem választható el egymástól. Az Európai Kardiológusok Társasága folyóirata, illetve a Magyar Kardiológusok Társága folyóirata, ahol mindenhol a prevenció és a rehabilitáció együtt jelenik meg. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!